A Németház mellett a Szent György templom közvetlen szomszédságában egy egyszerű, ám annál különlegesebb, fából és kőből készült Betlehem díszíti mecsetnádast központját. A helyi német önkormányzat ötlete alapján egy modern, mégis a helyi néphagyományt bemutató, Fachwerk stílusban épített istállót találunk. Ez a Betlehem a helyiek számára sokkal több, mint egy projekt, hiszen széleskörű összefogás eredménye az egyedi installáció. Voltak, akik kordókat, szalmát és fát adományoztak, de a helyiek a barkácsolásban, valamint a figurák festésében és öltöztetésében is segítettek. A mecseknádasdi Betlehemet először 2019 adventjén alakítottuk ki. Ebben az évben támadt az ötletünk, hogy itt a templom mellett alakítsunk egy ilyen Betlehemet, és igyekeztünk törekedni arra, hogy minél inkább a nádasdi motívumok, a helyi hagyományok jelenjenek meg ebben a Betlehemben. Így elsősorban a helyi mesterségekre és a helyi építészeti hagyományokra alapozva hoztuk létre ezt a Betlehemet. És ilyen formán alakult ki, hogy egy Fachwerk malomépületben kerüljön kialakításra ez a Betlehem, illetve az egyéb mesterségek is megjelennek itt a különböző állatok formájában. Így például nagy hagyománya van a helyi kádárságnak, így az állatokat, azokat hordókból készítettük el, illetve a szarvaik is szőlőtőkékből kerültek kialakításra, illetve még hogyha megnézzük a bárányokat, akkor azok pedig a helyi kötélgyártók múltjának állítanak emléket. Emellett az épületben még a Bodnár mesterség is megfigyelhető, illetve néhány kovácsolt vaselemet is elhelyeztünk, akik pedig a kovács mesterségre utalnak. Az advent minden hetében egyre több elem kerül ki ide a Betlehemhez, a negyedik adventre, illetve szentestére áll igazából össze, így módon egy kicsit ilyen élővé is próbáltuk tenni ezt a Betlehemet. Mecseknádasd elsősorban iparosairól nevezetes. A 18. századi első összeírások, valamint a későbbi hivatalos felmérések szerint a környező településekhez képest itt több kézművességgel foglalkozó mesterember élt. A helybeli nyersanyagadottságok, a kő, a fa és az agyag lehetőségét felhasználva a német telepesek Mecseknádasdra érkezésétől 1718-tól 1752-ig 26 féle mesterségművelői laktak a településen. Figyelemre méltó többek között a molnárok, a kádárok, a fazekasok, a takácsok, a bognárok, valamint az üvegesek számaránya. Napjainkban is számos olyan mesterember, kézműves vagy művészember él itt, akik a hagyományokat őrizve ápolják a több évszázados tudást, modern köntösbe bújtatva azt. Az építészeti örökség mellett a település múltját bemutató hagyományait, szokásait jellemző mesterségek jelennek meg a Betlehemben. A fachwerkes szerkezettel épült az épület, ez a betelepülő németségre volt jellemző. A mesterségek közül a molnár mesterség, az a malomkerék mutatja meg az épület egyik oldalán. A bognár mesterséget az istálló bejárata fölötti kocsikerék jellemzi, a kovács mesterséget pedig a rácsos ablakszerkezet, illetve a kovácsolt vaskerítés mutatja be. A fazekasságot pedig a kerámiából készült elemek jelképezik, a kötélgyártás és a kádárságot pedig az állatok szimbolizálják. Ez egy összefogás eredménye, a lakosok is hozzájárultak, a német önkormányzat tagja is, és igazából az egész lakosság is, a nádasdiak nagyobb büszkék rá. A sváb Betlehemet vízkeresztig csodálhatják meg az arra járók. A tervek szerint jövőre lecserélik a Máriát és Józsefet ábrázoló bábukat. Az új szereplőket helyi mesterek készítik majd el.